Elítélték, mégis napokon belül szabadulhat. Tolása előtt 5 év 10 hónapot kapott, de pont ennyi időt már letöltött előzetesben a bolíviai börtönben. Nevetni, de sírni is lehet a minisztérium új magyar szótárán. Magyarországon szerintük nincs sem családon belüli erőszak, sem szegénység. A világ egyik legmagasabb lakóépülete gyulladt ki Dubajban. Több ezer lakót kellett kimenekíteni, évek óta gondok vannak a tűzvédelmi rendszerrel. Jó estét kívánok, ez a 7-24. Szabadulhat a bolíviai börtönből Tóásó előtt. A férfit 5 évre és 10 hónapra ítélték. Ez pont annyi, amennyit már előzetesben letöltött. Szijjártó Péter külügyminiszter utasítást adott a Buenos Aires-i magyar nagykövetnek, hogy segítse Tóásó hazatérését, aki annak ellenére töltött ítélet nélkül ennyi időt rácsok mögött, hogy a bolíviai törvények csak 3 éves előzetes letartóztatást engedélyeznek. Maróti Tóth Tíme összeállítása. Ezek a képei annak a 6 évvel ezelőtti rajtaütésnek, amikor a bolíviai rendőrök egy szállodában lerohanták azt az állítólagos terrorista csoportot, amely az utóbb megfogalmazott vádak szerint a bolíviai elnök Evo Morales meggyilkolására készült. Az akcióban 3-an meghaltak, a magyar-horvát állampolgárságú Eduardo Rózsa Flores, az erdélyi magyar-magyarosi Árpád és az ír Michael Dwyer. 2 embert pedig letartóztattak, a horvát Mario Tadicsot és egy magyar informatika tanár Tóásó Elődöt. Tóásó Előd 2008 őszén utazott Bolíviába, a családja úgy tudta, valamilyen számítástechnikai munka miatt. A férfi ott találkozott gyerekkori barátjával, Magyarosi Árpáddal és Rózsa Floresszel. Máig tisztázatlan, hogy Tóásó mennyit tudott Rózsa Floreszék terveiről, az viszont biztos, hogy a rajtaütés napján a bolíviai hatóságok őrizetbe vették, és azóta is vizsgálati fogságban tartották. Tóásó és Tadics ügyében pénteken hirdettek ítéletet. Tóásó Elődöt felkelésben való bűnrészességért 5 év 10 hónap börtönre ítélem, amit La Pazban a San Fernando börtönben kell letöltenie. Tóásó ellen a terrorizmus vádját ejtették, és mivel 2009 áprilisa óta letartóztatásban van, a most kiszabott időtartamot már éppen letöltötte. Elvileg azonnal szabadulhat. Tóásó vádalkut kötött, azt vallotta, hogy Santa Cruz akkori ellenzéki kormányzójának, Ruben Costasnak a fivére fogadta fel őket. Eduardo Rózsa Flores találkozott Ruben Costasszal. Én a szeptember 24-e téren várakoztam, amikor a Fehérházban találkoztak. Tóásó Előd nővére a Facebook oldalán azt írja, ezután senki nem nevezheti a testvérét terroristának, és most az a legfontosabb, hogy Tóásó mielőbb hazatérjen. A magyar külügy mai közleményében üdvözölte a bírósági döntést. Szijjártó Péter pedig utasította a bolíviai magyar nagykövetet, hogy segítse Tóásó Előd hazatérését. Maróti Tóth Tíme, a 7-24. Bevándorlókkal és menekültekkel foglalkozó 6 civil szervezet közös nyílt levelet fogalmazott meg az országgyűlési képviselőknek, miután a parlamentben pénteken vitanapot tartottak a bevándorlásról a kormánypártok kezdeményezésére. A szervezetek igyekeznek cáfolni azt a vélekedést, miszerint a déli határon tömegesen menedéket kérők elviselhetetlen terhet rónak a magyar költségvetésre. És éppen azért szükséges a szabályozás szigorítása, például az őrizetbevételük, mert máskülönben még többen jönnének. 2013-hoz képest tavaly jóval több, mint a 2-szeresére nőtt a menedéket kérők száma, viszont a menedéket kapóké csak 40%-kal emelkedett. 2013-ban Magyarországon a kérelmeknek csak a 24%-át bírálták el, és csak 2%-ot pozitívan. Európában átlagosan minden 3. menekültügyi eljárás végződött a kérelmező számára kedvező döntéssel. 2014-ben lényegében ugyanilyenek voltak az arányok. Vendégem a stúdióban Kovács András, a menedék migránsokat segítő egyesület igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tisztázzuk az elején, hogy van bevándorlási hullám Magyarországon, vagy nincs, vagy ez csak egy jól megszervezett kommunikáció?
Hát valahol a kettő között van valószínűleg az igazság. Ami a tényleges bevándorlást illeti, tehát az ide költöző külföldiek számának az alakulását, itt nincsen, nem hogy emelkedés nincsen, itt még csökkenés is van. Egy tekintetben viszont nagyon komoly változások vannak az elmúlt most már lassan két évben. Azok az emberek, akik menedékkérelmi szándékkal érkeznek az országba, tehát átlépik az országhatárt, általában papírok, okmányok, engedély nélkül, és utána menekült státusz iránti kérelmet adnak be, na az ő számuk az elmúlt években meredeken emelkedni kezdett, és a mai napig is emelkedik. Tehát a menedékkérők száma az oké, hogy nő, de ez nem azt jelenti automatikusan, hogy meg is kapják a menedéket. Mit jelent összevetésben Európában? Hogy állunk? 2012-ben még ilyen 2000 pár száz emberről beszéltünk, ehhez képest 2014-ben már több mint 40 ezeren kértek menekült státuszt. De még mielőtt ettől megijednénk, hogy ez mekkora hatalmas szám, azt nagyon gyorsan hozzá kell tenni, hogy ezeknek az embereknek a legnagyobb része nem marad az országban, sokan tényleg csak néhány órát töltenek itt, és azok, akik menekült státuszt kapnak, vagy valamilyen kiegészítő védelmet élveznek, azoknak a száma évek óta stabilan 4-500 körül van, tehát hogy igazából egy nagyon-nagyon csekély hányada marad ezeknek az embereknek az országban. A kormány az miért riogat? Ez riogatás? Hát bizonyos mértékig riogatásnak tekinthető, ami most történik a kormányzatnak, az az én elképzelésem és az egyesületünknek is ez az álláspontja, hogy elsősorban azon kéne dolgoznia, hogy ezek az emberek koszovói állampolgárként például vízummentesen beutazhassanak az Európai Unióba, és akkor nem arra kényszerülnének, hogy a menekült ügyet kelljen igénybe venni. Orbán Viktor azt mondta, hogy ezeket az embereket feltétel nélkül automatikusan le kéne, vagy be kéne csukatni, őrizetbe kéne venni. Erre van pénz, kapacitás, egyáltalán tényleg rendőrállamnak kell lennünk? Én nem nagyon látom, hogy erre honnan lenne pénz, illetve hogyan, honnan lenne kapacitás. Hát egész konkrétan itt ez több tízezres férőhely bővítést jelentene a jelenlegi idegenrendészeti, őrizeti helyeket illetően. Jelenleg néhány száz fő fogvatartására alkalmas az idegenrendészeti rendszer. A menedékkérőt egyáltalán le kell, vagy mit gondol, miért kéne letartóztatni? A menedékkérőt semmiért nem kellene letartóztatni, tehát ez egy másik nagyon komoly probléma, hogyha visszatérünk, volt már ilyen Magyarország esetében. Igen. 2012 előtt így működött a rendszer, és nagyon komoly kritikát kapott az ország a nemzetközi közösségtől, többek között az Európai Uniótól, majdnem elindult egy kötelezettségszegési eljárás, biztosak lehetünk benne, hogyha most újra visszatérünk ide, akkor nagyon hamar ugyanebben a helyzetben találjuk magunkat, tehát adott esetben még büntetést is kell fizetnünk ezért a változtatásért. Ausztria és Németország szigorítani készül. Orbán Viktor azt mondta, hogy innentől kezdve lehet tartani attól, hogy menekült táborrá változik Magyarország. Mit gondol? Hát én erről azt gondolom, hogy ahogy Ausztria és Németország is a jelenlegi kormányzati kommunikációból azt halljuk, hogy azt fogja szigorítani, hogy visszaküldi azokat a Magyarországon átutazott külföldieket, akiket aztán ott elfognak és előállítanak. És igazából ezt az egy dolgot nem értem, hogy vajon Magyarország miért tekint önmagára úgy, mint aki nem képes tovább küldeni ezeket az embereket, például vissza Szerbiába, vagy adott esetben Koszovóba, ahonnan érkeztek. Ön szerint akkor mi történik itt a kormányban? Ez a fajta kommunikáció nagyon is alkalmas a lakosság külföldi ellenes, idegen ellenes, kisebbség ellenes attitűdjeinek a felkorbácsolására, további bűnbakok képzésére, további bűnbakok keresésére, és adott esetben az a társadalmi elégedetlenség, ami azért sok honfitársunkat jellemez, az célpontot találhat, és valószínűleg az elégedetlenségnek újabb bűnbakjai, és adott esetben akár újabb áldozatai is lehetnek. Köszönöm szépen az információkat, és hogy itt volt nálunk. Nagyon szépen köszönöm én is. Új logót kapott a tisztújító kongresszuson Gyurcsány Ferenc pártja. Szlogennek viszont a Fidesz régi jelszavát választották. Gyurcsány arról beszélt, hogy polgári Magyarországot szeretnének, amely nem keresztény és nem is jobboldali, hanem inkább nyugatos, és a teljesítmény, valamint a demokratikus jogállam tiszteletére épül. A politikus bírálta az Orbán kormány külpolitikáját és a többi ellenzéki pártot. Szerinte jövőre előrehozott választásokat kellene tartani. Nem lesz szükségük esernyőre a képviselőknek. A tervek szerint alagutat építenek a Kossuth térre a parlamenthez. Így könnyedén meg tudják majd közelíteni a tér szélén álló épületben kialakítandó irodáikat. A metrókijárat feletti épület kisajátítása most zárult le, pedig az eredeti tervek szerint már tavaly végezni kellett volna a felújításával is. A 70-es években átadott épület átalakítására több milliárd forintot költhetnek el titokban. A beruházást ugyanis a többi Kossuth téri átépítéshez hasonlóan egy kormányrendelettel mentesítették a nyilvános közbeszerzések alól.
Magyarországon nincs családon belül erőszak, de szegénység sincs. Legalábbis az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint. A minisztérium készített egy listát a munkatársai számára olyan szavakkal és kifejezésekkel, amelyek javaslatokat, illetve nem használhatóak. Egy példa. Stadion a minisztérium szerint fedett sportlétesítmény, de vannak olyan szavak is, amelyek a tiltott és a használható oszlopban egyaránt szerepelnek. Török Réka riportja. Nincs kultúrharc, hát ezt nem tudtam. Értékviták vannak, kőkemény kultúrharc van különben. Mint ahogy szegény ember sincs, csak rászoruló. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma adta ki ezt a listát, az egységes kommunikáció jegyében. Nincs családon belüli erőszak, csak úgy mondom magának, hanem mi van? Kapcsolati erőszak, az van. Tiltott szavak, amelyeket mással kell helyettesíteni. Ezt nevezik eufémizmusnak, tehát, hogy egy szó helyett egy másikat használunk, és ezzel elszépelegjük a dolgot. Kukorelli Endre író szerint ez a félelmet tükrözi. Félnek attól, hogy az emberek olyan szavakat használnak majd, amelyek rosszabb színben tüntetik fel a jelenlegi hatalmat. A volt parlamenti képviselő csak új magyar szótárként emlegeti a listát, amelyben számtalan érthetetlen szinoníma van. Ebből egy nagyon jó ironikus szöveget lehetne csinálni, majd lehet, hogy meg is próbálom, hogy megírnám a dolgot, úgyhogy ezek a tiltott szavak lennének benne alapvetően. Ilyen listák egyébként vannak máshol is, olyan szervezeteknél, mint az EU vagy az ENSZ. Ott ezek arra valók, hogyha valamit többféleképpen lehet megnevezni, akkor a dokumentumaikban egységes valamelyik pontos és nem sértő leírást használják. Nem hasonlítanám őket ehhez, mert ez méltatlan lenne. Ezt már Kálmán László nyelvész mondja. Azért, mert olyan részt is találunk ebben a listában, ahol a jobboldali oszlopban nincs semmi. Tehát nem valaminek a kiváltása a cél, hanem olyan kifejezéseket tüntettek fel, amelyeket gyakrabban kellene használni. Aki ezt csinált, az soha nem készített még semmilyen szószedetet vagy szótárat. Ráadásul az is előfordul, hogy valahol az egyik szó helyett a másikat javasolják, majd pár sorral lejjebb pont fordítva. A örökbefogadó szülő helyett javasolják azt, hogy nevelőszülő, és aztán néhány sorral lejjebb a nevelőszülő helyett javasolják azt, hogy örökbefogadó szülő, ugye? A pedagógusok pedig nem fizetést kapnak, hanem illetményt. Katonák kapnak illetményt, rabok kapnak illetményt, olyanok, akiknek nincs módjuk arra, hogy akár alkudozzanak, akár visszautasítsák, akár máshol menjenek. Már az első mémek is megjelentek, ahol leginkább a szegény rászoruló szavakat figurázzák ki. Török Réka, 7.24. Elbukni látszik a görögök gazdasági szabadságharca. A február végén lejáró hitelprogramjukat 4 hónappal meghosszabbítják. Cserébe hétfőn új reformjavaslatot kell bemutatniuk az uniós pénzügyminisztereknek, továbbá egyeztetniük kell az unióval a gazdaságpolitikai lépéseiket. Vállalták azt is, hogy nem hoznak olyan egyoldalú intézkedéseket, mint a minimálbér kérdése és megemelése, pedig a január végi választásokat megnyerő Syriza párt ezzel kampányolt, és persze a hitelcsomag felmondásával. Több mint 10 000-en tüntettek Moszkvában a kijevi puccs egyéves évfordulóján. Putyint támogató jelszavakat skandáltak, és az ukránokat szitták. Kijevből éppen 1 éve menekült el az orosz barát elnök Janukovics. Az akkori összecsapásokban több mint 100-an haltak meg. Kigyulladt a világ egyik legmagasabb lakóépülete Dubajban. Fáklyának hívják, a nevéhez méltóan égett, meg is mutatjuk, hogy. A tűz az 50. emelet környékén keletkezett, de a lángok az erős szélben gyorsan terjedtek. Az utcára olvadt üvegek és fémdarabok záporoztak, több ezer lakót kellett kimenekíteni, de egyik kölyüknek sem lett komolyabb baja. Amikor a riasztó megszólalt, sokan azt gondolták, hogy csak vaklármáról van szó, mert az épület megnyitása óta gondok vannak a tűzvédelmi rendszerrel, hetente átlagosan 3-szor tévesen riasztott. A napszáma pedig ma a 3 méteresre is feldúzzadhatnak, ugyanis a tengeri dagály okozta hullámok az Anglia és Wales határán lévő Severn folyó torkolatánál. A szörfösök legnagyobb örömére. Közülük a legelszántabbak a röpködő mínuszok idején sem hagyják ki a lehetőséget. Az ügyesebbek hosszasan utaznak az óránként 20 km fölötti sebességgel haladó hullámokon.
Ez volt már a 7.24, jön az időjárás jelentés, holnap pedig este 7-kor Bárdos András várja majd önöket a legfrissebb hírekkel. Viszontlátásra!